a Tóth Aladár Zeneiskola kamarazenei műsorán csellóra, valamint zongorára és fuvolára írt művek csendültek fel a zeneiskola művész tanárainak és növendékeinek előadásában. A Térzene, Zenetér koncertsorozat szombati programjának második részében az iskola jazzművész tanáraiból alakult együttes műsorát hallhatták a Hunyadi térre látogatók. A Tóth Aladár Zeneiskola az ország egyik legrégebbi alapfokú művészetoktatási intézménye. Ma már valóságos történelme van, amely több mint 100 évre nyúlik vissza. Fehér Lászlóné, Kovács Kálmánné, Van Bach Ferencné igazgatóságának évei alatt a zenei tanulmányaikat náluk is kezdő gyerekek közül is sokan váltak a mai zenei és nemzetközi zenei élet elismert szereplőivé. S bár a rendszerváltás óta jelentősen átalakult az alsó és középfokú zeneoktatás szervezeti rendje, működésének gazdasági és szakmai háttere, az elmúlt 20 évben alig volt olyan zenei verseny, ahol tanítványaik ne arattak volna díjakat jelentő sikereket. Együtteseik járják a világot, emellett társaik, szüleik és tanáraik számára is sok örömet szereznek muzsikálásukkal, akár a zenekarok, akár a kórus, az operastúdió vagy a rendszeres növendékhangversenyek szereplői. Az iskola 1986-ban Tóth Aladár nevét vette fel, aki neves zenekritikusként, az operaház igazgatójaként a 20. század zenei életének kiemelkedő alakja volt. Az iskolát 2005. szeptembere óta Magyar Margit vezeti. Nagy örömmel vett részt a Tóth Aladár Zeneiskola szombati délelőttön, ahol is térzenét adtunk. Diákok és tanárok együttesen szerepeltek a műsorban. Többek között Kovácsikné Farvai Edit növendékei, Szijjártó Ágnes, Kerekes, Brigitta, Jánosi Blanka, Csanálosi László, játszották Vivaldi D-moll kettős versenyét, valamint egy apokaliptika számot. Aztán következett Kis Kamilla tanárnő, Fubola tanárnő és Jó magam. Mi Kovács Sándor népdalfeldolgozásait adtuk elő, és most következik egy jazz együttes, a zeneiskola jazz tanszakáról. Nagyon örülünk a térnek, nagyon szeretjük, és sokat járunk ki. A zenének különösen örülünk, az nagyon megnyugtató, szerencsére még az idő is besegít, úgyhogy nagyon kellemes. Minden délután lejárunk ide, mert nagyon kellemes, és egész strand hangulat szokott lenni, sokszor a szökőkúttal a gyerekek, mintha az ember strandon lenne, úgy viháncolnak, de ez direkt jó, kellemes hallgatni, szóval nem azért mondom, hogy zavarna. És nagyon szépen megcsinálták a parkot, aminek igazán nagyon örülünk. Csak így maradjon szépen rendben, szóval kellene egy parkőr ide, aki a rendetlenkedőket rászólna, és fölszedné a szemetet olyan, mint olyan hegyes bottal régen azt csinálták. Én is nagyon örülök, hogy rendbe rakták ezt a teret, és nagyon kulturáltan néz ki mostanában már, és a zenei programok különösen színvonalasak, úgyhogy nagyon örülök ennek az egésznek. Én nem járok annyira gyakran, naponta nem, bár én is itt lakom a Szófia utcában, de szombatonként szeretek lejönni, és nagyon kellemes itt eltölteni az időt.